Két hete Nyíregyházán tragédiával végződött az a tűzeset, amely a Petőfi utcában egy társasház felső szintjén keletkezett. Az idén országszerte több mint 3600 lakóházban történt tűzhöz vonult a tűzoltóság. Március eleje óta hatályos országos tűzvédelmi szabályzat a meglévő lakóépületek használatával kapcsolatban számos követelményt tartalmaz íme. Július 18-án éjszaka érkezett a riasztás a tűzoltóságra, hogy Nyíregyházán a Petőfi utcán tűzütött ki egy 4 emeletes lakóház felső szintjén. Mint ismert, tragédiával végződött a tűzeset. Az égő házból egy nagymama ugrott ki 7 éves unokájával, a középkorú nő belehalt sérüléseibe, a kisfiú súlyos állapotban volt. Az épületben tartózkodókat evakuálták, a tűzoltóság az oltást folytatta. A szakértők tűzvizsgálati eljárást indítottak azért, hogy a tűz keletkezésének pontos okát felderítsék. Az épület szerkezete nem sérült, így azt nem kellett életveszélyessé nyilvánítani. A katasztrófa védelem hivatalos adatai szerint idén eddig országosan 3623 lakóépület tűz keletkezett lakóházakban, ebben benne vannak a kisebb erkélytűzek is. A március eleje óta hatályos országos tűzvédelmi szabályzat a meglévő lakóépületek használatával, így például a menekülési útvonalakkal, a rácsos ajtók felszerelésével, a különböző tűzveszélyes anyagok tárolásával kapcsolatban számos követ. Követelményt tartalmaz. Kukucska István a vendégem, tűz- és munkavédelmi szakmenedzser. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Nagyon sok mindenkinek ráirányította a figyelmét a tűzvédelmi szabályok betartására ez a bizonyos két hete történt és tragédiával végződő tűzeset. Nem tudom, hogy ön hallott-e arról, hogy milyen okból keletkezett ebben az esetben a tűz. Volt-e már ennek valamilyen híre, hivatalos információ erről? Hát hivatalos információ nincsen róla. A megye legjobb igazságügyi tűzvédelmi szakértője vizsgálja az ügyet, párhuzamosan rendőrségi vizsgálattal, úgyhogy egyelőre információ nincs a tűzeset okáról. De nem zárható az ki, hogy valamilyen műszaki hiba, meghibásodás, vagy pedig a lakóközösségnek, vagy akár a tulajdonosnak valamilyen gondatlanságából adódhat? Egyelőre nem lehet semmit feltételezni se, tehát annyira elején tart a vizsgálat, tanúk meghallgatása, helyszín szemre lefolytatása, műszaki szakértők bevonása, tehát egyelőre nincs semmilyen közölhető eredmény. Országos visszhangja is volt ennek az esetnek, ez ön szerint egy nagy tűzesetnek számít, vagy számított? Hát a nagyobb gabak közé tartozik, de sajnos nem ez az egyedüli, hiszen csak a tavalyi évben 50 panelházban keletkezett tűz az országban, ebből Nyíregyházán magában 15 panelházban, és ugye Nyíregyházán is volt tavaly nem egy hasonló súlyos következményekkel járó tűz. Ugye a társasházaknál vannak szabályok, vannak szabályzatok, amit be kell tartani a lakóközösségnek, illetve van egy úgynevezett tűzvédelmi és megfelelőségi kézikönyv a társasházaknál, amit a szakemberek ellenőriznek is, tehát önök is, vagy ön is akár már ellenőrzött ilyet. Mit tartalmaz ez a kézikönyv? Mire tér ki? Hát itt pontosítani kell, ez a TMMK, tűzőműszaki megfelelőségi kézikönyv, ez csak az új, jonnan építendő lakóépületekre vonatkozik. Tehát ez a legfrissebb. Ez a legfrissebb. Igen. Tehát ennek a márciusban megjelent jogszabálynak nincs visszamenőleges hatája. Tehát nem kell megijedni a közös képviselőknek, visszamenőlegesen nem kell megcsinálni. Viszont ha ezután épül olyan épület, amelyre vonatkozik, akkor kötelességük, hogy ezt megőrizzék. És lényegében ebből a TMK tartalmazza mindazokat a tűzvédelmi műszaki paramétereket, ami az adott épületre vonatkozik. Tehát mit kell, hogy tartalmazzon ez a kézikönyv? Hát a tűzjelzőrendszerektől a menekülés útvonal lehetőségeik, a hő- és füstevezető rendszereknek, a vészvilágítások kialakítását és egyéb hasonló előírásokat. Ahogyha most nem a legfrissebben vagy a legújonnan épült lakóházakat nézzük meg, hanem mondjuk itt a megyében, és akkor nem is konkretizálunk városokat, úgy általában a társasházakat, akkor mennyire biztonságosak tűzvédelmi szempontból? Változóak. Tehát azok az épületek, amelyek az elmúlt pár évben felújításra kerültek, ott már komolyabban foglalkoztak a tűzvédelmi előírásokkal, de sajnos van olyan sok tűzvédelmi előírás, amelyet a lakóházak, a közös képviseletek, társasházak anyagi fedezet hiányában nem tudnak megcsinálni. Például új előírás, hogy a 10 emeletesnél magasabb épületeknél a SZIU rendszereket 3 évente tisztítatni kell. Hát ennek komoly anyagi vonzatai lesznek. Vagy a meglévő száraz felszálló vezetékeket fél évente felül kell vizsgálni, 5 évente nyomást próbázni kell. Ezek sajnos műszaki állapota olyan, hogy hát sokkal nagyobb kárt okozna egy ilyen felülvizsgálat, mint ami
hasznot esetleg. Ugye mondjuk a katasztrófa védelem foglalkozik ezzel a témával, foglalkozik a lakóházak, társasházak tűzvédelmi szabályzatának az ismertetésével. Most is ezután, a konkrét eset után a honlapjukon megjelentettek egy elég tartalmas és hosszadalmas írást ezzel kapcsolatosan. Ön szerint mennyire figyelnek oda akár a társasházak képviselői, akár a lakók ezekre, mennyire követik le a szabályokat, a kötelezettségeknek eleget tesznek-e tehát? Igen. Mikor van egy ilyen esemény, akkor a figyelem ráirányul. Ez sajnos más területen is tapasztalható. Van olyan előírás, hogy a lakóépületeknek saját tűzvédelmi szabályzattal kell rendelkeznie, tűzjelöltervezt ki is kell függeszteni, el kell helyezni a lépcsőházba. Most ez jelenleg nem az OTS van szabályozva, hanem a tűzvédelmi szabályzat egy másik jogszabályba kerül majd meghatározásra. Ez mindazt a célt szolgálják, hogy az ott lakók ismerjék az épületükre vonatkozó veszélyforrásokat. Csak egy példát, hogy mondjak, sok helyen tapasztaltam, hogy a legfelső emeletről lehetőség van a tetőre való menekülésre, ha nincs lezárva. De ezek le vannak zárva, és nincs lehetőség. Nagyon sok épületben Nyíregyházán is úgy oldották meg, hogy a bejárati kapukulcs, amivel zárják, az nyitja a felső emeletnek a menekülési lehetőségét is. Tehát így a felsőbb szintekről magyarul a szabad való menekülés lehetősége biztosított. Ezek a szabályok, amit be kellene tartani, vagy pótolni kellene, ugye hát ennek vannak anyagi vonzata is nagyon sok esetben, de amit mi megtehetünk a lakók, és akkor nem csak társasházaknál, hanem akármilyen lakóháznál, mi az, amire oda kell figyeljünk tűzvédelmi szempontból? Ugye garázsokban, pincékben, nem mindegy, hogy mit tárolunk, mit hogyan tárolunk, vannak veszélyes anyagok, de ugye a legtöbb erkély tüzet, mondjuk a cigaretta csikk miatt keletkezik. Igen. Tűz, vagy ételt hagyunk a konyhában, úgyhogy nem ügyelünk rá, nem figyelünk rá, és akkor még sorolhatnám itt a lajstromot, erre nem is lenne idő. Tehát, hogyha összegezzük, akkor mi az, amit mi megtehetünk azért, hogy elkerüljük az ilyen eseteket? Az egyik, ami a leggyakoribb tűzkeletkezés ok, az elektromos áram. Ez a lakóházi tűzeknek a 44%-át okozza. Ezért van olyan, hogy a lakóházakra is, mint magánszemélyekre is vonatkozik, hogy az elektromos rendszereket, vezetékeket, stb. Rendszeresen felül kellene vizsgáltatni a lakóknak. Tehát nem csak a közös tulajdonban lévő területekre vonatkozik ez. A másik, ahogy ön is említette, az úgynevezett pörkölt járatok, amikor oda teszik az ételt, lefeküsznek, elasszanak, és akkor már csak a füst ömlik az ablakon, vagy több mint 30 tűzeset történt a közelmúlt időszakában abból, hogy a csikket, petárdát, csillagszórót kiaintották. Tehát mi lakók azzal tudjuk ezt megelőzni, hogy nem tárlót alakítunk ki az erkélyen, illetve a legnagyobb gond a pincékben való anyagtárolás, ami zsúfoltságot okoz, nem beszélve arról, hogy tűzeszélyes folyadékokat, benzint, gázolajat is tárolnak, ami egy időzített bomba egyes lakóépületeknél. Ugye nagyon nagy szerencsére nem minden tűzeset végződik tragédiával, de anyagi kárral, igen, és jelentős anyagi kárral is. Mikor fizet a biztosító? Ez mindig egy olyan kérdés, ami ebben az esetben fontos. Tehát mi az, amit megnéznek, hogy a szabályoknak megfelelően voltak-e ott mondjuk a tűzvédelmi berendezések elhelyezve, stb. Stb. Igen, a tűzvédelmi berendezések megléte, ugye a biztosítási kötvényeket azért érdemes alaposan elolvasni mindenkinek, tehát főleg az apróbetűs részeket, hogy nem áll fel esetleg a súlyos gondatlanság veszélye, vagy egyéb, mert akkor ugye gond lehet a kártérítésekkel, de a meglévő tűzvédelmi berendezéseket rendszeresen felül kell vizsgáltatni. Tehát a lakóépületeknél a fali tűzcsaphálózatokat, a hő- és füstelvezető rendszereket, a vészvilágítási rendszereket, hiszen ezek mind az ott lakók biztonságát szolgálják. Kukucska úr, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen én is.